Ide a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központba érkeztek napi rendszerességgel az adományok, és ezzel az önkormányzati kis teherautóval mentek tovább. A volt dolgozók szerint sokszor nem a rászorulókhoz. A Gulyás Márton ellenzéki aktivista által létrehozott Partizán nevű videó csatorna még februárban közölt riportot arról, hogy a központ vezetője Daróczi Csilla lefölözi az adományokat. Erről volt munkatársai beszéltek. Reggel, amikor beérkezik az adomány, akkor első körben az intézményvezető asszonynak kell összepakolni az aznap érkezett dolgokat. Zöldség, gyümölcs, pékáru, készétel, alkalomattán. A volt dolgozók szerint nem volt ez másképp a ruha és cipő adományokkal sem. A Partizán videójából az is kiderült, hogy Daróczi Csilla hazudott doktori címéről is. Azt állította, azt a Debreceni Egyetemen szerezte, de ott ezt cáfolták. Kiderítették azt is, hogy sajátjaként használja a család segítő egyik autóját. Ez le van papírozva, hogy a kollégák abban járnak környezettanulmányra vagy családhoz, de természetesen a kollégák ezt nem használhatják, ezt az autót. A videó megjelenése után a polgármester felmentette Daróczi Csillát, és önkormányzati bizottság kezdte vizsgálni az ügyet. A testület momentumos elnöke szerint az adomány lefölözés csak a jéghegy csúcsa volt. Ez egy tipikus módszer volt, hogy az adományok legszebb részét, mind a ruha, mind az egyéb adományok, illetve az élelmiszereknél is kivetette magának az intézményvezető. Összességében több 10 millió forintos kár érte az adófizetőket. Nagyon sok probléma volt, szinte ahova nyúltunk, ott szabálytalanságot tapasztaltunk. Visszaélés az autó használattal, fiktív foglalkoztatás, fiktív teljesítésigazolás vállalkozók számára, tehát a közbeszerzési törvény megsértése, közbeszerzés nélküli szerződéskötés. Tehát nagyon sok probléma volt. Kerekes Péter azt is elmondta, hogy Daróczi Csilla 1996 óta vezette a Család és Gyermekjóléti Központot. Az első visszaélésről szóló bejelentés 2007-ben érkezett az önkormányzathoz. Azt, hogy miért csak most lett érdemi vizsgálat az ügyben, nem tudni. Kerestük a kerület fideszes polgármesterét is, írásban azt közölte, hogy feljelentést tett az ügyben. Hozzátette, Daróczi Csillát a korábbi szocialista városvezetés nevezte ki, ők nem ellenőrizték a doktoriát sem, menesztése után pedig azonnal alkalmazta a főváros, a Kamaraerdei Idős Otthon egyik telephelyének vezetője lett.